Sziasztok! A Tóra, Mózes öt könyve, az elsősorban az egy tanítás. A szó a Tóra is jelenti, de tanítás. Erre felmerül a kérdés, hogy valójában a Tóra nem kezdődik tanítással. Teremtés történetével kezdődik, ott Ábrám, Izsák, Jákob, egyiptomi kivándorlás, és azt a heti szakaszban, ott már a harmadik heti szakasz a második könyvben, a Chodesh Ezer Lachem a pesachi áldozatnak a bemutatása. Mi? Ha a Tóra tanítani akar, akkor itt kell kezdeni a Tórát, és nem a hosszú-hosszú történeteket. Ezt a kérdést felteszi Rashi, a klasszikus Biblia kommentátor. A válasz azt mondja Rashi, hogy azért kezd a Tóra a teremtés történetével, mert lesz egy idő, amikor a zsidók bemennek Izraelbe, és Izrael földje sajátjává teszik. Igen ám, valaki azt fogja mondani, hogy rablók, elraboltak a Szentföldet tőlünk, és mi pedig korábban voltunk ott erre. Azt mondja az öröke volna, figyel, én teremtettem a világot, az egész világ az enyém, és én most ennek adtam, most annak adtam, most a zsidóké, én nekik adtam, ami a sajátom. Mit jelent ez? A Tóra nem akar kezdeni parancsolni. Az örökké nem akar kezdeni parancsolni a zsidóknak semmit, csak azután, amikor biztosítja az Isten, hogy nyugalom van. Már nem félnek attól, hogy jaj, fognak mondani rólok a rablók, és minden nem, minden rendben van. Ha ez rendben van, utána jönnek a micvák. Ami azt jelenti, az örökké nagyon szereti a zsidókat, szereti az embert, és azt szereti, hogy könnyen menjen a micvák. Könnyen menjen az Isten szolgált, és ezért előre már elkészíti neki mindent, hogy tudja nyugalomban tenni a micvákat. Még egy dolog. A Talmud azt mondja, hogy mindig lehet kezdeni a micvákat tenni, se lojlisma. Lojlisma azt jelenti, mert azt mondja, most nem annyira a micva, nem annyira az Isten parancsolata érdekel engem, hanem lesz jutalom, jól fogom érezni magamat, mert tényleg az ember benne van a zsidóságban, ez tényleg ez a spirituális jó érzés megtölti őt. Mert azt mondja, hogy az ember, hát akkor ez nem az igazi Isten szolgálat. Azt mondja a Talmud, semmi baj. Lehet kezdeni nem a legigazibb ok miatt szolgálni az Isten. A lényeg, hogy az ember kezdjen. Ez szinte ugyanez a gondolat, az örökkévaló szeretne, hogy könnyebb menjen az embernek az Isten szolgálata. Utána magasabb és még magasabb szintre el fog jutni, és már nem a jutalom fogja érdekelni őt. Köszönöm!